Egy tipikusan egy olyan ember volt és egy olyan játékos, aki, ahogy itt a beszédben is említettem, nem egy született tehetség volt, hanem fantasztikusan sok munkával, kitartással jutott el oda, ahova eljutott. És ez egy példakép lehet a gyerekek számára, hiszen nem mindenki születik Pelének, de nagyon messze el lehet jutni, és a munka a legfontosabb, amit be kell fektetni. Nem szabad feladni akkor sem, hogyha jön egy olyan periódus, amikor mondjuk esetleg nincsenek olyan óriási sikerek, hanem tovább kell dolgozni. És hogyha valaki ránéz erre a táblára, akkor reméljük, hogy ez is eszébe fog jutni. Vidéki fiúként került fel a fővárosba, ugye a Szegedről a Honvédba, aztán utána a Ferencvárosba, és szorgalmával, kitartásával, tehetségével nem csak, hogy élvonalbeli játékos lett, hanem válogatott játékos is lett. Ez példaként szolgálhat a magyar fiatalok előtt is, bárhol éljenek az országba, hogy tehetséggel, szorgalommal magasra lehet eljutni, akár az élvonalig, akár a válogatottságig is. Pusztai László kiemelkedő alakja volt a magyar labdarúgásnak, hiszen abban az időben, ha valaki 25-ször tudott szerepelni a magyar válogatottba, az már tudott valamit. Pusztai László nem csak gyors volt a pályán, hanem pontosan adott be, és rengeteg gól előkészítésében vett részt, amit éppen nem ő maga szerzett, és a játékos társai is hálásak voltak neki, egyrészt a gyorsaságáért és a pontos beadásáért. Nagyon fájó volt az ő elvesztése, pontosan azért, mert egyrészt kiváló labdarúgó volt, másrészt pedig a sportvezetői karrierjének elején tartott, amikor ez a tragédia történt, és hát nagyon hiányzik ő a magyar labdarúgásból, ahogy a Ferencváros életéből is. Szeretettel és kegyelettel gondolunk rá. Pusztai László neve egyértelműen bevésődött az őrmezékbe. Számtalanoknak köszönhető, ugye a velünk élő válogatott futballista, az nyilván egy óriási sztárság, sztárkultusz volt annak idején. A tragikus haláleset sajnálatosan szintén rátette erre feledhetetlenné tette az emlékét, de azóta gyakorta előfordul beszélgetésekben a neve, úgyhogy igen, Őrmező nem felejtik el Pusztai László soha. Őrmező egy fantasztikus kis közösség, és itt van egy olyan Facebook csoport, aminek az a neve, hogy Volt egyszer egy Őrmező. Így jött felszínre ez az ötlet, mégpedig oly módon, hogy megkérdezte valaki a csoportba, hogy te kinek szeretnél emléktáblát állítani Őrmezőn, és a Pusztai László nevét mondták a legtöbben. Nagyon jó sztorikat körítettek köré, és szinte mindenki elért, hogy miért rá gondol. Elég ismert és eléggé szeretett volt apu, úgyhogy gondoltam, hogy a sportbarátok közül azért meg fognak jelenni. Valószínűleg, ha nem lett volna ez a járványhelyzet, akkor többen is meg tudtak volna itt jelenni. Nagyon örülök neki, hogy ennyien tiszteletüket tették, és részt vettek ezen a kis avatási ünnepségen. Jó visszaemlékezni közösen velük apura és az ő emlékére.